jól esett nézni és figyelni a közönséget, az mindig jó a közönségben bennülni. Nagyon meglepett, hogy rengeteg fiatal volt, de nagyon fiatal is, tehát gyerekek is voltak, pedig hát ez nem egy könnyű témájú darab, még akkor is, ha igyekeztünk derűs pillanatokat is csempészni ebbe a történetbe természetesen. De alapvetően azért mégiscsak egy nagyon súlyos mondani valójú. Ráadásul mindig aktuális, ugye ebben is menjünk most bele, hogy most is mennyire aktuális ez a darab sajnos. Elloptad? Hát pontosabban megvettem. És a lóvét? A pénzt. A pénzt, ja. Hát bevallom, azt is loptam. Én beugró voltam ebbe a darabba, azért egyszerűbb helyzetben van az az ember, aki végigpróbál egy próba folyamatot, és meg tudja találni azokat az igazodási pontokat a darabon belül. Nekem mostanában kezdett el úgy alakulni, azért most nagyjából a 10. előadás környékén játszom ezt az előadást, hogy most kezdtem el komfortosan létezni benne. Szerintem a 150-es úgy sikerült, ahogy stílszerűen sikerülnie kell ennyi idő után, annak ellenére, hogy rengeteg új beállónk volt idei évad augusztusától kezdve, és most a tegnapi nappal ugye a ember már mint hosszú behet ebbe az előadásból, lett egy új kuksink is azóta, mert hogy folyamatosan nőnek ugye a gyerekek, tehát szerintem abszolút méltó ünneplése volt ez a 150. előadásnak. Amit mondani, mint hazugság, annyira jó emberek vannak itt körülöttem, és tudom, hogy ez úgy hangzik, mint egy marketing szöveg, pedig tényleg nem, az annyira jó csapat van itt, hogy egy ilyen biztonsági hálót érzek folyamatosan magam alatt, még úgy is, hogy nekem ez még csak a második előadásom. Felfokozott hangulatban indult az előadás, legalábbis például részemről, mert egyrészt azért is, mert tudtam, hogy nézik az alkotók, tehát bizonyos alkotók el tudtak jönni, mások nem sajnos, de azért mégiscsak az ember, amikor színpadra lép, akkor azért csak ott van valahol így hátul a fejében a szerep mellett az, hogy azok az emberek, akik ezt létrehozták, azok nézni fogják, és hogy reméljük, hogy azért sikerül megfelelnünk az elvárásoknak. A gyerekeknek a játék, ami itt különösen nagyszerű volt, az felemeli az embert, tehát egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy egy ilyen nagyszerű darabot képviselünk. Nekem a szerepálmom volt, hogy Kuksi legyek, és ez nagyon-nagyon jól esett, amikor megkaptam. Mert még sírtam is, annyira jól esett, hogy megkaptam ezt a szerepet. És azt nagyon szeretem, hogy ilyen jó kollégákkal játszhatok, meg nagyon-nagyon jó, hogy ilyen jó zenés darabba játszhatok. Ez az első ilyen évfordulom itt valahol Európában, hogy én valahogy itt voltam ilyen éves évfordulón. Tök jó ezen a színpadon itt kiállni, főleg ilyen szerepbe és ebbe a társaságba. Amit látják, nem tudom, tudják, hogy ez egy jubileumi előadás? Igen. Most tudtam meg, hogy pontosan 135-ször játszottam a hosszút, és azóta ugye már az egyenruhás szerepébe bújhattam ebben az évadban, amit szintén nagyon élvezek. Igazából mindig csodálatosan érzem magam, akkor is, amikor benne vagyok, meg akkor is, amikor nézem. Most már nem tudom, anyagyára megnéztem, mint néző is, és valahogy az egész történet és a zene az annyira mély és átütő, és annyira megérinti az embert, hogy egyszerűen nem lehet megunni.